Jótékonysági estet rendez a Kerekvilág Alapítvány. A fellépők között fogyatékkal élők is szerepelnek. Széleskörű összefogással újult meg a Pellérdi templom. Az új tetőt dr. Udvardi György áldotta meg. Két új szakosztály, 3 éves szerződés és fejlesztések. Jubilál a PEAC. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják november 24-én hétfőn. Tartsanak velünk! Dr. Udvardi György megyés püspök ünnepi szentmise keretében áldotta meg a felújított Pellérdi Szent Margit templomot. A több mint 300 éves épület 19 millió forintból újult meg. A templomkertben ünnepséggel kezdődött a vasárnapi szentmise Pellérden, a Szent Margit templom újult meg. Az épületet az 1990-es évek elején kívülbelül felújították, de a tetőszerkezet cseréje akkor elmaradt. Széleskörű összefogásnak köszönhetően most 19 millió forintból teljesen új tetőszerkezetet kapott a templom. 1714-ben ez a templom már rendeltetésszerűen működött. Én úgy gondolom, hogy az 1714, ez lenne a templom születésnapja, és most 300 évvel később pedig a templomnak az új tetőjét fogjuk megszentelni. Megkérem püspök urat, szíveskedjék a templom új tetőzetét megszentelni. Az új épületrészt november 23-án szentelte fel dr. Udvardi György pécsi megyés püspök. Nem csak elirányító pont, nem csak jelzi a hazaérkezés örömét, hanem a templom, ami otthonunk, ami közösségünknek a helye, ahol hallhatjuk Isten igéjét, ahol részesei lehetünk az egyház szentségeinek, ahol a testvéri közösségben megoszthatjuk Isten hatalmas tettei fölött érzett örömünket. Ezért tehát méltó és igenis kívánatos, hogy Isten hajléka közöttünk, emberek között, ahol ő lakást vesz, az mindig egy közösség lehetőségeihez, tehetségéhez, képességéhez mérten a legszebb legyen. A tervek szerint a következő lépésben a több mint 300 éves templom vízelvezetését korszerűsítik, majd a külső vakolás és a torony felújítása következik. A Doktoranduszok Országos Szövetségének mérföldkő elnevezésű 3 napos konferenciáját rendezték Pécsett, amelyen egyebek mellett a hamarosan életbe lépő új felsőoktatási stratégiát vitatták meg a résztvevők. Szombaton Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár elmondta, már elkészült a stratégia rövid távú ütemezése. Tavasszal sor kerülhet a vonatkozó törvénymódosítások végrehajtására, így a következő évben már meg is valósulhatnak a legfontosabb intézkedések. Maruzsa Zsolt hozzátette, hogy már javában zajlik a pedagógus képzés átalakítása is. A Pécsi Tudományegyetemet illetően a helyettes államtitkár leszögezte, hogy hamarosan megtalálják a megfelelő szemét a kancellári posztra, amelynek köszönhetően jelentősen átalakul majd az intézmény belső struktúrája. Jótékonysági estet rendez a Pécsi Jótékony Nőegylet. A programra 17. alkalommal kerül sor. A bevételt a szegény sorsú gyermekek támogatására, ebédjük befizetésére ajánlja fel a szervezet. A Jótékony Nőegyletet 1997-ben alapította egy közjót kereső, megvalósítani vágyó baráti társaság nőtagjai. A hangverseny díszvendége Mádli Dalma asszony, a Magyar Caritas Jószolgálati Követe és a Pécsi Jótékony Nőegylet örökös védnöke. A program Pécs megyejogúváros önkormányzatának támogatásával valósul meg. A jótékonysági estnek a Kodály Központ hangversenyterme ad otthont november 24-én, hétfőn este. Az imént látott témában mai vendégünk Kitkáné Bódi Katalin, a Pécsi Jótékony Nőegylet elnöke, szeretettel köszöntöm. Mai este kezdődik ez a 17. Nekem nincs ebédem esemény. Ennek hatalmas nagy múltja van, és nagyon sikeres ez a rendezvény. Mit lehetne elmondani magáról, arról a jelenségről, hogy mekkora a változás a támogatottságban és az adakozásban, és abban, hogy az iskolás gyerekeknek szüksége van ebédre? Mi nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat a civil szervezetek között. Először is azt el kell mondanom, hogy mi abszolút civilnek mondható a mi tevékenységünk, hiszen
állami támogatást nem kapunk, nem pályázunk, fizetett alkalmazottunk nincs, tehát a jótékony nőegylet tagjai csak saját önnön erőből tartják fönt ezt a szervezetet, és hívják be azokat a támogatókat, akikről úgy véljük, hogy céljainkkal egyetértenek, és az iskolai gyermekéhezés ellen küzdenek, vagy szeretnék enyhíteni ezeknek a szegény sorsú családokban élő gyerekek problémáját. Az elmúlt években mi volt jellemző, mennyire sikerült támogatni a gyereket? Tehát úgy értem, hogy hány gyermeknek sikerült ebédet biztosítani, milyen hosszú időre, egész tanévre ilyenkor, vagy néhány hónapra sikerül? A kezdetekkor, 1997-ben, amikor megalakultunk, ugye nem láttuk előre, és nem volt kiszámítható az adományok mértéke, így az első években fél évente tudtuk az iskolai gyermekétkeztetést vállalni. Ez általában januártól júniusig terjedő időszakban történt, és röviddel a megalakulásunk után, talán a második évben már tudtuk vállalni a teljes iskolai tanévre, tehát szeptembertől decemberig, és januártól júniusig is. 2002-ben volt talán a legszebb évünk, amikor idézőjelben mondom, hogy legszebb, hiszen szomorúnak is lehet mondani azt, hogy ez egy civil egyesületnek az eredményét is mutatja, hogy 202 és 220 között volt a gyermekek létszáma, akiket vállalni tudtunk. És elég hullámzó azért az iskolai létszám is a tekintetben, hogy milyen támogatást kapunk az adományozóinktól. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert kiemelt és hűséges támogatóink megvannak, tehát 17 éve vannak olyan támogatók, akik a kezdetektől fogva segítettek bennünket. A gazdasági és társadalmi átalakulások okán lehet látni azonban, hogy az adományok fogytak. Sokkal nehezebb új támogatókat szerezni és új támogatókat bevonni erre a célra. Nem feltétlenül hiszem, hogy a cél miatt, hanem pontosan a források hiánya és a gazdasági helyzet miatt. Nehéz évek, mit jelent az ebédszámban, támogatóban? A nehéz évek azt jelentik, hogy sokkal nagyobb szükség lenne ránk és a segítségünkre, mint amennyi kérést teljesíteni tudunk. Vannak, akik csökkentették az adományokat az adományozók tekintetében, tehát kevesebbet tudnak juttatni jótékony célra, hiszen nagyon sok hely van, ahonnét kérés érkezik hozzájuk. Tehát, hogy eleget tegyenek más céloknak is, így valószínű ennek az az oka, hogy kevesebb adományt tudnak juttatni nekünk is, vagy másoknak is. Most éppen az első fél évben januártól júniusig 137 kisgyereket tudtunk ingyenes étkezésben biztosítani, és sajnos nekünk is, adminisztrációban is nehéz évünk volt, így csak októbertől tudtuk elkezdeni az étkeztetéseket, és most 76 kisgyerekünk van. A kisgyerek alatt mit kell érteni? Általános iskolások, alsó tagozat, felső, illetve óvodások, vagy talán középiskolás, azok már nem kisgyerekek van. Igen, ők már ifjak. Általában alsó tagozatosok ezek a gyerekek, felső tagozatos gyerekeink is vannak. Fontos megjegyezni, hogy a peremkerületi iskolákban nagyon fontos az, hogy napközis térítési díjat is térítsünk, vagy fizessünk, ugyanis azt lehet mondani, hogy a napközi több ok miatt jó segítség, hasznos segítség az ételen, illetve az étkezésen túl, mert iskolai foglalkozás alatt vesznek részt a gyerekek, de hát biztonságban, jó körülmények között töltik az idejüket. Hát akkor hétfőn este, 7 órakor a Kodály Központ hangversenytermében lesz egy csodálatos előadás. Kik fognak fellépni, milyen produkció lesz, több produkció, vagy egyben lesz esetleg kuriózum? Ez most egy teljesen új műfaj lesz, ilyen még nem volt eddig. A Szekszárdi Big Band adja hangversenyét a Pécsi Jótékony Nőegylet céljai javára. Ez egy nagyon szép együttműködésnek látszik, kulturális kapcsolódása két megyei jogú város, Szekszárd és Pécs között, úgyhogy örömmel várjuk őket.
elkíséri a zenekart Kőszegi Imre, Liszt Díjas, jazzdobos is, akit nagy szeretettel várunk. Ha valaki esetleg kedvet kap, mert ugye fél hétkor van ez a híradó, amikor értesülhetnek azok, akik nem tudnak erről a programról, esetleg még a 7 órás előadásra be tud szállni, kap még jegyet? Hát korlátozott számban még igen, nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Köszönöm szépen Kitkáné Bódi Katalin, hogy a vendégünk volt. Pécs megveszi a FEK épületét. Egyességre jutott a Pécsi Önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium a Király utcában található, az egykora helyőrségi klubnak helyet adott épület megvásárlásáról, írja bama.hu. A vételár 215 millió forint, amennyiben a csütörtökön esedékes közgyűlésen a képviselők jóváhagyják az adásvétel tervét. Az ingatlan megvásárlását már több mint egy évtizede szerette volna nyélbe ütni a város, mindeddig azonban nem vezettek eredményre a tárgyalások. A megvásárolandó épület az egyik legértékesebb a Király utcában, annak ismeretében különösen, hogy a mellette álló volt OTP székház szintén a Pécsi Önkormányzat tulajdona, olvasható az internetes portálon. 8. alkalommal rendezi meg jótékonysági gála műsorát a Kerekvilág Alapítvány. A gálának két célja van. Egyrészt az elismert művészek mellett a fogyatékkal élő művészeket is bemutatják, másrészt a bevételt a rehabilitációs központokra fordítják. Az eseménynek hétfőn este a Pécsi Nemzeti Színház ad otthont. Napközben különböző foglalkozások, oktatás zajlik, hétfőn este azonban a ház lakói is elmennek a jótékonysági gálaestre. Élmény számukra egy ilyen programon részt venni, megnézni és emlékeket gyűjteni, mondja Kőszegi Tamásné Melinda, zeneterapeuta gyógytornász, aki az est szervezője. Mindig hívunk meg olyan fogyatékkal élő művészt, aki a maga nemében csodálatos művész, csak hát ritkán látunk róluk, tehát volt már Bach zongoristánk, félkarú volásunk, most pedig a Siketeknek a country tánc csoportja fog szerepelni, ami külön öröm, hogy ők pécsiek, tehát így egy helybeli együttest mutathatunk be. 8. alkalommal rendezik meg a jótékonysági gálaestet. Ez több szempontból is fontos számukra. Egyfelől azért, mert a munkatársaik is részt vesznek a szervezés folyamatában, a megváltozott munkaképességűek pedig a jegyeladásban, a honlapjuk grafikai tervezésében segítenek ilyenkor, mondja Révai László, az alapítvány elnöke. Másrészt pedig azért fontos a számunkra, mert ugye halmozottan sérő gyerekeknek a terápiás munkájára fordítjuk ezt a rendezvénynek a bevételét. Azért fontos ez a számunkra, hogy egy kicsit meg tudjuk mutatni magunkat a város közönség előtt, hogy mi az, amivel foglalkozunk most már 24 éve, hogy egy kicsit többet tudjanak az iskolánkról, az itt zajló munkáról. Az esten a Siketek táncsoportján kívül fellép a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház, a Candado Tánciskola, a Breakdance és a Klub 74. 90 éves a PEAC. Az Egyesület jubileumi rendezvényén a városvezetés, az egyetemi vezetés és országgyűlési képviselők is részt vettek és együtt ünnepeltek a PEAC vezetőségével, az edzőkkel és a sportolókkal. Pénteken volt ok az ünneplésre. Két új szakosztállyal bővült a 90 éves PEAC. Ezentúl a futzálosok és a parasportolók is az egyetemi egyesület színeiben indulhatnak majd. Ezen kívül a Pécsi Tudományegyetem szenátusi jóváhagyással 3 éves középtávú szerződést kötött a PEAC-szal. A megállapodás értelmében az egyesület évi 18 millió forint támogatást kap. A kezdeti szakosztályszám jelenleg 15. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám. A 700 sportoló szintén magáért beszél, és éppen ezért azt gondolom, hogy a vezetésnek és a menedzsmentnek is tennie kell a dolgát. Ehhez tartozik az, hogy a jövőre nézve terveink vannak, infrastruktúrális beruházásokban gondolkodunk. Remélhetőleg ez össze is fog tudni jönni. Egyszer a Verseny utcára van egy nagy fejlesztési projektünk, illetőleg a Sport utcát szeretnénk az egyetemmel és a várossal karöltve egyszer felújítani, másrészt pedig egy új létesítményt hozni. Az egyetemi sport fejlesztését a magyar kormány is kiemelt feladatnak tartja. A rendszerváltoztatást követő több mint 20 évben jelentősen visszaesett egyrészt a presztízsük is, másrészt pedig az eredményességük ezeknek az egyetemi kluboknak. Úgyhogy a magyar kormány eltökélt abban, hogy mind a létesítményfejlesztések terén,
mind a versenyeztetés terén jelentős előrelépéseket kellene tenni, hiszen az egyetemi sport legalább olyan fontos, mint az általános iskolai vagy a középiskolás sport. Tehát azt szeretnénk elérni itt is, hogyha az egyetemi hallgatók is minden nap mozognának. A peacosok az egyetemmel kötött szerződés értelmében a létesítményeket 1000 órában ingyen használhatják. Kollégiumi férőhelyeket is biztosítanak számukra, és az arra érdemes hallgatók egyéni tanrendet is kaphatnak. Az együttműködés modellértékű, hiszen ehhez hasonló megállapodás csak a Debreceni Egyetem és egyesülete között van. A jubiláló egyesület infrastrukturális fejlesztése a közeljövőben indul. Lassan már senkinek sem okoz meglepetést, hogy az őszi szezon lezárultával tavaszról előrehozott fordulókat rendeznek az élvonalbeli bajnokságban, írja a pmfc.hu. Ez most sincs másképpen, hiszen a szövetség döntése értelmében a 16. és a 17. játéknapot is 2014-ben tudják el a csapatok. A PMFC Matthias labdarúgó csapata az NB1 következő játéknapján az őszi ezüstérmes MTK Budapest ellen lép pályára. A Garami József egykori legendás pécsi sikeredző vezette budapesti alakulat ellen nem számíthat a PMFC könnyed találkozóra. A kékfehérek elleni találkozó november 29-én szombaton 16 órakor lesz a Bozsik stadionban. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Jótékonysági estet rendez a Kerekvilág Alapítvány. A fellépők között fogyatékkal élők is szerepelnek. Széleskörű összefogással újult meg a Pellérdi templom. Az új tetőt dr. Udvardi György áldotta meg. Két új szakosztály, 3 éves szerződés és fejlesztések. Jubilál a PEAC. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!